muzika támogatója a Rolex. Hitchcock Szédülés című filmje összekeverve Freud álomanalízisével, ez Erich Wolfgang Korngold misztikus operája, a Halott Város, amelyet most a Bajor Állami Operában mutatnak be Münchenben. A történet egy gyászoló férfiról, Paulról szól, aki elvesztette feleségét Marit, és nem tud tovább lépni. Miután végül szerelmes lesz, volt felesége hasonmásába, Mariettába, a vágy és a bűntudat között őrlődik. A széteső és újra összeálló szoba képe is a belső konfliktust jelképezi. Szerintem a díszlettervező jól mutatta be ezt a vívódást. Még egy várost is bele lehet látni ebbe a pszichológiai térbe, ez egy freudi tér. Látunk valamit az egyik épület tetején, miközben a főszereplő alul van. Ez olyan hatást vált ki, mintha valami álomban lenne, ahol nem érhet el valamit, amit úgy érez, hogy elérhetne, hiszen egészen közel van. Ez egy különleges darab, amit egy még csak 23 éves zeneszerző írt. Technikailag szinte megvalósíthatatlan, amit a tenornak az első felvonásban énekelnie kell. Szerintem részben Korngold fiatalkorának köszönhető, hiszen még nem tudja, milyen messze mehet el a hangokkal. Minden, ami a fejében van, mindezek a hihetetlen harmóniaváltások és ritmusok, különböző stílusok őrült útvesztője. Kifejező hangok, finomság és pszichedelikus melódiák. Ez egy igazán mesteri opera. Hallgatni a zenekart, és közben látni, hogy mi történik a színpadon. Ez olyan valami, amit nem találni máshol. Főleg egy ilyen nehéz nyitánnyal. Ahogy a karmester Petrenko szétszedi az egészet, de anélkül, hogy eltűnne belőle a költőiség. És közben itt vannak benne az ellentmondások, a szünetek és törések, és szinte visszavisz minket Hitchcockhoz. Egy az elme mélyére tett, rémálomszerű utazás után Paul megöli Mariettát, de csak az álmában. Vajon tovább tud lépni ezután? Szerintem jó ötlet ezt sokáig homályban hagyni. És Korngold kottájában is benne van, hogy a színpadnak a legvégéig nyitva kell maradnia. A függönynek is nyitva kell lennie, hogy mutassa a színpad ürességét. A muzsika büszke támogatója a Rolex.